Harangszó jelezte reggel a helyieknek a templom búcsú kezdetét, a délutáni órákban pedig kezdetét vette a programkavalkád. A faluban Péter Pál napja nagy ünnepnek számít. Régen ezen a napon kezdődött az aratás, mivel a néphiedelem szerint a búzatöve Péter Pálkor szakadt meg. Sokfelé ekkor kezdték vágni a rost is. A néphiedelem szerint továbbá az a hajadon lány, aki Péter Pál napján elsőként hallotta meg a harangszót, az év végéig biztosan férjhez ment. Nagy múltra tekint vissza a kispiaci templom búcsú, ami elsősorban a családról, a barátkozásról szólt, a falu lakossága pedig nagy számban vett részt a szentmisén is. Emlékeznek vissza a helyiek. Nagyon sokat változott azáltal, mert ugye régen a templom volt az első, a templomrú, ugye szépen a végigballagtak, megvették kinek mi hiányzott, akkor hazamentek, meg volt az ebéd, és akkor aztán jöttek vissza már a fiatalabbjai. És akkor hát azok aztán húzták ugye az éjszakákat. Mostan meg, hogy is mondjuk, mindenfelé mén a fiatalság, csak a templomot nem veszik úgy igénybe, mint ahogy régen igénybe vették. Na. Egyébként mit jelentett máskor a búcsú? Hát, hogy akarom mondani, itten jobban ismerkedtek a fiatalok, meg már ugye megbeszélték, hogy én is megyek, meg te is mész, és akkor itten hát egy kicsikét összeismerkedik. Meg itt találkozik a család, meg a rokonság. Mert hát ugye a mai világban ugye már most mindenki a tévét nézi, meg az internetet, nem úgy van, mint azelőtt, hogy kiültek, hogy no ki, hova mi, meg ki meddig volt, ez már minden elmaradt. Most már ez másabb a fiatalság. Az elmúlt évben 9 baba született a faluban. Ezek a kisgyermekes családok ajándékcsomagot kaptak. Kistestvér nagyon várta, ő kislány, a 3,5 éves kislányunk van, hát ő, hát nagyon különböző két gyerek, teljes mértékben, szóval nem egyforma. Ő a Denisz, ő sokkal elevenebb, sokkal igényesebb, sokkal anyásabb, úgyhogy a kislány meg viszont nem. Hogyan telnek a mindennapjaitok? Hát nehéz. Mondanám azt, hogy szerencsés vagyok. Ő elég türelmes. Mondanám, a kislány is segítőkész, türelmes ő is, úgyhogy szép mindennapjaink vannak. Mit szóltak az ajándéknak, amit a helyi közössége biztosított számotokra? Hát még nagyon örülünk, és kaptunk a kislánynál is már, és nagyon szépen köszönjük, és szerintem nagyon példaértékű, hogy így megajándékoznak bennünket. Köszi rététet is! Kispiac falujában mulatság részek. Este 6 órára a kultúrházba jöjjenek fiatalok és angol. Szól majd a jó muzsika, hogy kopjon a cipőta. A búcsútér színpadán idén negyedszerre tartották meg a multikulturális gyermek és ifjúsági néptánc találkozót. Több vajdasági településről is érkeztek néptánc csoportok, akik az eddig tanultakat bemutatták a közönségnek. Annyira nehéz, inkább az összecsatlakozás volt egy kicsikét nehéz. Nagyon sokan voltatok, mennyire volt könnyű így dolgozni? Elég könnyű volt dolgozni,
és várom, hogy továbbra is dolgozzunk együtt a kicsikkel is. Hogy tetszett a fellépés, hogy érzed most magad? Most jól érzem magamat, nagyon örülök, szerintem jól sikerült. A csoport számát nem tudom, de elég sokat készülöttünk. Ezzel a tánccal most ez a második fellépésünk, múltkor voltunk ezzel Óbecsén. Hogy sikerült az óbecsei fellépés? Nagyon jól. Mennyire izgultuk egy-egy fellépés előtt, hogyan készültök? Hát én személy szerint nem szoktam nagyon izgulni, a többieket még nem tudom. Mikor kezdtél el táncolni, és miért táncolsz? Egy éve kezdtem el táncolni, és azért, mert nekem megtetszett a néptánc. Tíz néptáncsoport lépett fel, akik Topolyan, Szabadka és Magyar Kanizsa községből érkeztek, több mint 100-an dobták a színpadon. Az idei évben már negyedszer sikerült megszervezni ezt a multikulturális néptánc találkozót. A tartományi pályázatokon keresztül sikerült létrehozni. A Mozgalom Kispiacért szervezet az, aki meg szokta ezt minden évben szervezni. Én pedig ugye a néptánc csoportok vezetőjeként segítkezek ebben. 10 néptánc csoport érkezett erre a találkozóra. A környező települések és Zentagunaras is ellátogatott. A környező települések közül Horgos, Martonos, Magyar Kanizsa és ugye Kispiac is szerepelt ezen a néptánc találkozón. A gyermekek szeretnek részt venni ezen, mivel tudnak barátkozni, ismerkedni egymással és együtt játszani. Kispiacon jelenleg 3 néptánc csoport működik, a legkisebbek, ők az óvodások, a Prüskök néptánc csoport, ők 20 gyerkőc tartozik ebbe a csoportba, a középső csoportunk a kispacsírták, ahol 12 gyerkőc táncol, és a nagyok, akik már felsősök, ők pedig 10 vannak. Mióta folyik itt az oktatás ilyen magas szinten? Hát már 4 éve folyik az oktatás, először kevesebb gyerkőccel, és hál' Istennek egyre több gyerkőc csatlakozik a csoportokhoz. A falu búcsúja igaz, kis ünnep. Szórakoztató programokkal, légvárral, kisebb vidámparkkal és kirakodóvásárral várták a kilátogatókat a szervezők. Egyre tömegesebb, de hogyha visszaemlékezünk mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, amikor lovas fölvonulással kezdődött, amikor kézi arató bemutatót tartottak, amikor a művelődési otthonban játékos vetélkedő volt az aratáshoz kötődő kérdésekkel, tulajdonképpen valamiféle ki mit tud szerű dolog. Ahhoz képest még mindig nagyon sokat tennivalónk, de évről évre, hogyha mindig hozzáteszünk valamit, és már most meg tudom ígérni azt, hogy a jövő évben benne lesz a programban, hogy reggel fiákeres felvonalással, zenészekkel járjuk a falut, és aki nyitott lesz rá, és meg fog vendégelni bennünket, az a kapuban egy asztallal, kalácssal, pálinkával várja a fogaton mulatozókat, és minden egyes pontnál meg fogunk állni. Ki tudja, milyen hangulattal fogunk ide érkezni a rendezvényre, de szeretnénk mondjuk például ezt is beépíteni, de az ötletek azok mindig saját maguk adják magukat, és minden jó ötletet, minden, ami plusz, hogy minél több embert ide vonzunk, nem csak Kispiacról, hanem a környékről, mindenre nyitottak vagyunk. Tudjuk azt, hogy Péter Pál napja az 29-én van, általában munkanapra esik, az emberek ilyenkor elfoglaltak, mégis látjuk azt, hogy mennyien kijöttek, elhozták a gyermekeiket,
itt vannak, végignézik a műsort, és én azt hiszem, hogy fergeteges élményben részesülnek, mikor lássák ezt a sok szép, csodaszép gyereket a népviseletbe beöltözve, szerintem az elme szívvel elolvad ilyenkor. Köszöntötték a tavaly ilyenkortól született kisbabákat, és pontosan hány baba született? Hát kicsit szomorú vagyok, mert nem értük el a 10-et, tehát pontosan 9. A tavaly Péter Pál óta született gyermekek száma 9. Hát jó lenne visszatérni arra a régi jó hagyományra, amikor 15-18 gyerek született egy évenként. Hát most ez egy kicsit alább hagytak a fiataljaink, majd valahogy próbáljuk őket buzdítani, hogy igyekezzenek. Az esemény másik nagy kísérő rendezvénye a Jókai Mór Művelődési Egyesület székházában megtartott 16. Dallal a barátságért nemzetközi népzenei találkozó volt. A helyi és környékbeli fellépők mellett Magyarországról is érkeztek csoportok. Az esemény önkormányzati tartományi és anyaországi támogatásból valósult meg. Mékúti Németné Kornélia is csapata a magyarországi Nagy Mágos sorral érkezett. Erdélyi katonacsokrokat adtak elő. Több évtizedes múltra tekint vissza Nagy Mágosnak és Kispiacnak a barátsága, és mindig, amikor itt van Justina, akkor azt mondja, hogy testvérek. És ez a legfantasztikusabb dolog, hogy akkora szeretettel fogadnak a kispiaciak is minket, mint őket, mint a testvéreket. Nagyon is tartjuk a kapcsolatot egymással, tudunk egymásról sok mindent, kinek milyen problémája volt, vagy milyen vidámsága volt, és ez a mai életben szerintem ez a legfantasztikusabb. Sőt, hogyha évente mondjuk 2-szer találkozunk, akkor mindig ott folytatjuk tovább, mintha tegnap lett volna. És szerintem ez a testvérekre jellemző. A mai műsorra egy erdélyi katonacsokorral készültünk. Az a cím, hogy huszárosan vágatom a hajamat. A másik csokor, az pedig Galgamenti lesz, édesanyám rózsafája címmel. Mennyit készültek erre a mai napra? Minden héten van próbánk. Szerintem ezeket a csokorokat egy éve kezdtük el tanulni. Aki azt mondja, és lát minket a színpadon, vagy bárkit is, bármelyik fellépő csoportot, azt mondja, ó, de könnyű, énekelnek, muzsikálnak, milyen jó kedvűek, és milyen jó szól. Hát ez nem is nehéz. Azért szerintem az a heti másfél-két órás próba, mert hogy memorizálni kell, meg kell tanulni a citerázást, meg kell tanulni az éneklést, azért ez egy tanulási folyamattal is jár, de ami a legfontosabb, hogyha a színpadon vagyunk, és hatalmas tapsot kapunk, és örülnek, és még táncolnak is hozzá, akkor szerintem elértük a sikerünket. Az idén délalföldi csokorral érkeztünk, egy újszerű ez a dalcsokor, mert felelgetős van benne, és a mi csoportunk ilyet még nem igazán énekelt, és nagyon változatos lett ez így, hogy vannak ugye férfiak is a kórusban, és akkor szépen sikerült ez az összeállítása, a Durindón adtuk először elő, és a mai népzenei találkozón már sokadik éve itt vagyunk, hát most úgy tudom, hogy ez már 15 vagy 16. találkozó, hát most lehet, hogy nem voltunk itt minden, de szerintem körülbelül biztos, hogy mindegyiken itt voltunk. Mindenki nagyon nagy szeretettel készül. Szerintem az összetartó ereje az nagyon-nagyon fontos ennek, hogy az emberek egy kicsit kikapcsolódjanak, a közösség összefogjon, megbeszéljük ugye a gondjainkat, bajainkat, és ez mellett az együtt éneklés és az utána való mulatság az mindig nagyon-nagyon mindenkinek tetszik. Szávány írni jöttem, hogy a
16 éve töretlen sikert aratta találkozó, mely nem csak az éneklésről, hanem a barátkozásról és hagyományápolásról is szól. Idén 14 csoportunk van, akit vendégül látunk, ezek főképpen a községbeli művelődési egyesületek népdalkörei, illetve azok a népdalkörök, akikkel a környékbeli települések kell, illetve környező településekről szoros barátság fűz bennünket hozzájuk, próbáljuk segíteni egymás munkáját, illetve Magyarországról érkezett hozzánk három népdalkör, egyik testvértelepülés a Nagymágocsról, a másik népdalkör Földiákról, és a harmadik az pedig Zsombóról. Hát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember a magyarságát megőrizze, ahhoz nagyon fontosak ezek a népzenei találkozók, mert hogy igazából a népdal volt az, ami legelőször élt az egyszerű embereknek az életében, és hatalmas népdal kincsünk van. És ilyenkor látszik azt, hogy mennyi variációja létezik a népdaloknak, hogy ugyanazzal a dallammal teljesen más szöveggel megjelennek, vagy fordítva. Különböző dallamvilágokat lehet ilyenkor megismerni. Van, aki próbálja a saját tájegységét, van, aki próbál teljesen más tájegységnek a népdalaiból válogatni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon jó látni azt, hogy nagyon sok népdalkörnél fiatalabbak is vannak, akik bekapcsolódnak az egyesület, illetve a népdalköröknek a munkájába. Péter Pál napi búcsút a tervek szerint jövőre is megtartják Kispiacon. A szervezők még színesebb programokkal szeretnék köszönteni a helyieket, hazalátogatókat ezen az ünnepen.